Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy jóslás, az ő következő lépése. Ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, az ő következő lépése. A díjam az 4000 forint, és akkor ez egy személyes üzenet számodra, számotokra. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a virágcsokor, és jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Vannak nála szép gondolatok, szép emlékek, valamit megszépít a külsején vagy a környezetében. Ez a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, és a te nőiességedet is, és így gondol rád. Amit a virágcsokor még jelentett, egy kreatív tevékenység, vagy egy meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék, amit ő már most tervez. Ez a kép itt alul azt jelenti, hogy milyen befolyások vannak, mi vagy ki befolyásolja őt. Ez a torony. Lehet egy nagyváros, kapcsolatok ebben a városban. Vagy ez lehet egy személy, aki magas és sovány. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, itt rendeznie kell akkor a dolgokat. Az is lehet, hogy van külső befolyás, és ezek korlátozások. És úgy érzi, hogy fogva van ebben a toronyban, mint egy labirintusban. Keres egy kiútat, keres egy megoldást. De itt látható a virágcsokornál, hogy már jelenleg vannak nála jó ötletek. Ez a kép itt felül jelenti azt, hogy mit fog tenni az ő következő lépése. A kulcs azt jelenti, hogy a kezébe veszi ezt a kulcsot szimbolikusan, és meg lesz a maga biztos fellépése. Ezzel a kulccsal le tud zárni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. Például, ami itt fogva tartja ebben a toronyban. Ez lezárul. Ezzel a kulccsal ki tud nyitni egy kaput. Közeledik hozzád. És ez az ajtó jelenti akkor a lehetőségeket. Itt alul ez a két kártya azt jelenti, hogyan viszonyulj hozzá. Itt a nap jelenti a te kisugárzásodat. Nálad is megvan ez a magabiztos fellépés. Sőt, a nap jelenti azt is, hogy megvan a vonzalom kettőtök között. Azon kívül megvilágítja az élet utakat, láthatóvá tesz valamit, tehát itt lesz egy találkozás. És itt láthatóak a gólyák, ez is rád utal, jelenti a változásokat, gyakran egy költözködést. Lehet, hogy neki ez a szándéka, és ő fog elköltözködni például ebbe a nagy városba, vagy te vagy ebben a helyzetben. Az is lehet, hogy a nap megvilágítja mindkettőtök életútját, és nyíltan fogtok beszélni egymással, és terveztek egy költözködést, egy közös otthont, sőt, már itt látható a kulcs, amivel ki tudjátok nyitni ezt a házat, vagy ezt a lakást. Tehát ez is lehet, hogy ilyen tervek lesznek. Ez volt ez az aktuális jóslás, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.